Szorgalmasan folyik a Citera zenekar próbája az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületben. Heti rendszerességgel próbálnak, mint mondják, így könnyebb felkészülni egy-egy előadásra. A Magyar Kanizsai Lőrinc Erzsébet a Cifra Szűr népdalkórus oktatója, de rendszeresen részt vesz a Citera próbákon is. A zenei repertoárjuk nagyban függ az adott ünnepség tematikájától is, de a próbák alatt igyekeznek minden zenei összeállítást gyakorolni. Általában szoktuk ismételni a régebbi összeállításainkat is, mert ugye a csoportnak a tagjai változnak, szoktak hozzánk jönni, vagy most is van több új tagunk, és hogy ők is megtanulják a régebbi csokrokat is. A Citera iránti szeretetről és annak mi hamarabbi elsajátításáról a Csókai Mihó Katilla gondoskodik. Mint mondja, egy jókedélyi társaságnak örömzenét oktatni. Igyekszünk ilyen tiszai dalokat, tájegységhez fűződő, mondjuk rá Magyar Kanizsához, vagy hát én inkább az én repertoáromban többnyire csókai dalok vannak, és azt igyekszek nekik átadni, vagy hogy esetleg, hogyha van valakinek valami külön kérése, másik népdal, vagy más tájegység, akkor abból is veszünk elő a repertoárból. A Rözgő Citera zenekar tavaly áprilisban alakult meg felnőttekből, közel 20 taggal. Az egyesületnek külön örömet jelent, hogy a csapat nem csak magyar kanizsai, hanem oromi, oromhegyesi és horgosi tagot is számlál. A zenekar egy pályázatnak köszönhetően alakult, és azóta is töretlenül dolgoznak. Nincs még egy éves sem a csoport, de már 3 fellépése volt a tavalyi évben, és most a tavaly katonadalokat tanított Mihó Katilla Citera oktató, most pedig tiszamenti dalokat tanít nekünk. A zenekar mellett az egyesleten belül működik még a Cifra Szűr kórus, illetve a kézi munka csoport is, melynek hímző szakköre csatlakozott a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakköri tevékenységekhez is.